Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a sorozatunknak a negyedik tematikájához érkeztünk, és ez a mariológia. Szűz Mária érdemei, morális és metafizikai vétkezhetetlenség és az isteni kegyelmeknek a fajtái. Az első kérdés, ami felmerül bennünk, hogy Máriának milyen érdemei vannak. És ehhez meg kell vizsgálnunk az úgynevezett morális vagy erkölcsi és metafizikai vétkezhetetlenséget. Ugye az érdemek azok azért léteznek, mert létezik szabad akarat és szabad döntés. Ugye egy állatnak, akinek hát nincsen értelme és nincsen szabad akarata, bár ösztönei vannak, és az ösztönei sokszor nagyon kifinomultak, jobban kifinomultak, mint mondjuk az embernek az ösztönei, a megérzései, de az állatnak még sincsen értelme és szabad akarata, mert az Isten nem úgy teremtette őket. Az angyaloknak, meg az embereknek viszont van. Első az úgynevezett morális vétkezhetetlenség. Ez azt jelenti, hogy például Szűz Mária annyi segítő kegyelmet kapott az Istentől, hogy nem vétkezett. Az őszülők is a megszentelő kegyelem állapotában voltak, és mégis vétkeztek, tehát már mindjárt az elején megállapíthatjuk, hogy az áteredő bűnnek a nem léte, mert az első emberpárnál, amíg nem vétkeztek, nem volt áteredő bűn, hiszen nem is tudták kitől örökölni, vagy nem is tudták volna kitől örökölni, tehát az áteredő bűn nem léte, még nem feltétele a morális vétkezhetetlenségnek, hiszen az őszülők is elkövették a bűnt úgy, hogy előtte nem volt bűnük. Amikor mi bűnt elkövetünk, akkor tulajdonképpen hát nekünk ott van a lelkünkön így szoktuk mondani, hogy a rosszra hajló természet, tehát amit az ősbűnnel sajnos megörököltünk, az áteredő bűnt, ugye ami analóg értelemben bűn, azt eltörölte ugyan a keresztség, de a következményei megmaradtak. Tehát a rosszra hajló természetünk, és bizony a halál, és az ilyen formán való halál. Ugye Máriának a halála, ugye az hittétel, hogy mennybe vétetett, a módjára nincs részletezés, de az ő teste ugye nem oszlott föl, mert az Isten kegyelemmel teljessé tette őt, tehát ő áteredő bűn nélkül fogant. Ezt hívjuk szeplőtelen fogantatásnak. Ugye nem szabad ezt a fogalmat összekeverni a szűzi foganással, tehát, hogy Jézusnak az élete férfi közreműködése nélkül indult el, ezt jelenti a szűzi foganás, ez tulajdonképpen Jézusra vonatkozik, a szeplőtelen fogantatás pedig Mária életének a kezdetére, tehát ő már eleve az áteredő bűn nélkül fogant, tehát az ő élete enélkül indult el. Máriának az érdeme a nagy igen, hogy igen mondott az Istennek a szavára, és Mária is vétkezhetett volna elvileg, de az Isten megóvta őt, és ő mintegy előzetesen megváltottként szerepelt Jézusnak a későbbi keresztáldozat érdeméből, ő így hívjuk, így mondjuk, elővételezetten részesült. A másik vétkezhetetlenség az úgynevezett metafizikai, ugye ez a fizikán metafizika, a fizikán túli világ, tehát Jézus Istenre vonatkozik, ugye az Isten nem vétkezhet, mivel önmagának
nem mondhat ellent. Ember vétkezhet. De például lehetnek olyan szentéletű emberek, mondjuk Pió atya, aki hát vétkezhetett volna, de mégsem vétkezett, mert annyira magasan állt a megszentelő kegyelem tekintetében is, és a segítő kegyelmeknek a felhasználása terén is. Tehát a morális vétkezhetetlenség az mindig emberre vonatkozik, a metafizikai vétkezhetetlenség az pedig csak az Istenre vonatkozik. Ugye az a kérdés, hogy Mária tehetette jót, és tehetette jobbat. Ugye a jónál van még valami, a nagyobb jó, amit ő megtehetett volna, és ő bizony megtette a nagyobb jót, hiszen ő is fontolgatta szavakat, ugye elgondolkodott a pásztoroknak a szavain. Tehát ő neki is nagyon sok volt a úgynevezett bizonytalanság az életébe. Tehát ő sem látott mindent, előre sem látott, és nagyon sok mindenben az Istenre rá kellett hagyatkoznia természetesen, és hogyha ő rájött a fontolgatásai során, hogy az adott helyzetben a jónál van jobb is, akkor egész biztosan, hogy ő a jót választotta. Nyilván itt fölmerülhet egy olyan spekulatív kérdés, hogy mi lett volna akkor, hogyha Mária nem fogadja el ezt az angyali üdvözletet, és nem vállalja megváltónak a megtestesülését. Nyilvánvalóan az Istennek a terve akkor sem ment volna fucsba, akkor keresett volna az Isten egy másik megoldást. Persze most mi megint azt mondjuk, hogy keresett volna, hát az Isten mindent öröktől fogva lát. Ugye ez megint az a kérdés, amit nem tudunk elképzelni, de hát mi emberi nyelvezeten tudunk csak az Istenről szólni, és azért így mondjuk, hogy az Isten akkor keresett volna más megoldást. Nyilván ez a legnehezebb és a legnagyobb titkoknak az egyike. De hát most ezek a megbeszéléseink itt tulajdonképpen ilyen érdekes kérdéseknek a feszegetéséről is szólnak, és ezeknek az érdekes kérdéseknek a lehetséges megoldásáról. Ugye ne felejtsük el, hogy Isten nélkül semmit sem lehet tenni, még a szabad akarati döntéseket sem. És erről beszéltünk a múltkori elmélkedésünkben is, hogy Istennek a kezdeményezése az mindig egy egyidejű közreműködés. Tehát tulajdonképpen az Isten, ha fogalmazhatunk így, velem együtt dönt. Tehát ő nem akar minket belehúzni semmilyen helyzetbe. Főleg a szabad akaratunkon kívül. Természetesen ad lehetőséget, sugallatot, de mindig a mi döntésünk kell ahhoz, hogy az Istennek a döntését is elfogadjuk, tehát ő nem kényszerít minket bele. Mária ugye szabadon tette, amit tett, és ezt a szentséget adta meg Máriának Jézus, és ahogy az előbb mondtuk, előre megváltotta, pre-redempta, ugye a latin kifejezéssel, és ez egy kivétel. Ádámot és Évát nem ilyennek teremtette az Isten, mint Máriát, ugye Ádám és Éva elkövette az engedetlenségnek a bűnét, őket nem részesítette külön kegyelemben. Ugye, ahogy beszéltünk az előbb arról, hogy az érdem az azért létezik, mert van szabad akarat. Ugye ez olyan dolog, hogy egy fa terem gyümölcsöt, az nem érdeme a fának, mert a ilyen fajta élőlénynek nincsen szabad akarata, vagy a szabad esés törvénye, ezt nem tudjuk erkölcsi kategóriába, az érdem kategóriába foglalni.
És ugye nagyon fontos még az, hogy az érdemhez megfelelő motiváció legyen. Tehát minél magasabb a motiváció, annál nagyobb az érdem. Tehát, hogyha mondjuk valaki csak a látszat kedvéért tesz meg valamit, akkor ott lehet annak is érdeme, de ott nyilvánvalóan kisebb lesz az érdem, mintha mondjuk teljesen az Isten iránti szeretetből tenné, és semmilyen egyéb motivációt tényező nincsen, vagy legalábbis nem játszik döntő szerepet. Máriánál az érdemszerzésnél fölmerül egy különös kérdés, amit át kell gondolnunk, és ez kétségtelen, hogy nem egy könnyű kérdés. Ugye nekünk nehezebb az érdemeket megszerezni, mert hát nekünk ugye a láteredő bűn miatt rosszra hajló a természetünk, és fölmerülhet a kérdés, hogy Mária egyáltalán tudott-e érdemeket szerezni, hiszen neki nem volt a lelkén áteredő bűn. És most szeretnék idézni egy híres püspököt, Badalik Bertalant, veszprémi püspököt, akit a kommunista rendszer internált, és Helycén írt meg egy nagyon szép könyvet, Istennek Szent Anyja. És ebből szeretnék én most idézni Badalik Bertalantól. Hiszen sokkal nagyobbnak látszik a gonosz vágyakon győzedelmeskedve megtartóztatni magát a rossztól, mint rendetlen kívánság nélkül a bűnt el nem követni. Tehát magyarul ebből úgy teszi föl a kérdést Badalik Bertalan, hogy nagyobb lehet esetleg az érdeme annak, akinek ott van a áteredő bűn következtébe a megnehezült természete, mint egy olyannak, nevezetesen Szűz Máriának, akinek nem volt áteredő bűne. Tehát, mintha Máriának könnyebb lett volna jót tenni. Hogyan folytatja? Tény, hogy ahol a bűnös hajlam megvan, ennek leküzdése fokozza az erényt és érdemet. Tehát mondjuk nálunk. De ez csak esetleges, és csak is a megromlott emberi természetben érvényesül. A gonosz hajlam önmagában semmi esetre sem feltétele a nagyobb érdemnek. Hát most itt persze a gonosz hajlamot úgy érti, hogy ugye az embernek a megromlott természete, tehát semmi esetre sem feltétele a nagyobb érdemnek. Hisz az Úr Jézusban, az angyalokban és a paradicsomi emberben sem volt rendetlen kívánság, és mégis volt náluk helye az érdemszerzésnek. Tehát az ember akkor is tud érdemeket szerezni, ha nincs a lelkén az áteredő bűn, és ez Máriára természetesen igaz. Ugyanúgy igaz, mint mondjuk a paradicsomi emberre, tehát az édenkerti emberre, magyarul, aki még nem követett el, abban az állapotban volt, hogy nem követett el bűnt. Szűz Máriának is volt alkalma az erény gyakorlására és az érdemszerzésre, folytatja Badalik Bertalan. Volt alkalma gyakorolni a hitet, a szeretetet, az alázatosságot, az engedelmességet, a türelmet a szenvedések elviselésében. Hát gondoljuk meg, egy anya, akinek keresztre feszítik a fiát, hogy mit élt át Mária. Sőt, még a kísértés elleni harcban is volt alkalma a hűségét megmutatni, mert őt is megkísérthette a sátán, amint az Úr Jézust is megkísértette. De van egy nagy különbség, és itt Nagy Szent Gergelyt idézi Badalik Bertalan, de ez az ördögi kísértés Máriánál is, meg Jézusnál is mindig csak külső kísértés volt, és nem belső, tehát ők lelkükben egy kicsit sem fordultak oda az ördöghöz, vagy föl sem merülhetett bennük az,
hogy engedjenek ennek a kísértésnek. Az érdemszerzésre tehát a rendetlen kívánságoktól való mentesség ellenére is bőségesen volt alkalma a szűzanyának. És erről egy hittétel is van, a megigazult ember a kegyelemmel végbevitt jótettek által valósággal érdemeket szerez Isten előtt. Hát Mária ugye eleve megigazult volt, és kegyelem segítségével vitte végbe, természetesen kegyelem segítségével, Jézus kegyelmének segítségével a tetteit, és ezért ezek a tettek érdemszerzők voltak. Van itt még egy érdekes kérdés, ami egy rövid összehasonlítás. Máriának és Zakariásnak az esete, tudjuk Zakariás esetét is a Szentírásból, ugye Mária az angyali üdvözletnél, tudjuk azt, hogy hát nem csak egy víziót érzékelt, mert hiszen láttuk a következményeit is, és Mária meg volt győződve, hogy ez neki szól, ez az angyali üzenet. Zakariás viszont, ugye, keresztelő Szent János születésével kapcsolatban, amikor neki is hírül lett adva, hogy majd gyermeket születik, ő kételkedett. Mária nem kételkedett. Mária a hogyant kérdezte, amikor azt mondta, hogy hogyan történhet ez. Ez nem kételkedés volt, neki teljes bizonyossága volt Máriának, ő nem a tényben kételkedett, hanem a hogyant kérdezte meg. Zakariás viszont a tényben kételkedett, hogy egyáltalán neki lehet gyereke. Hát hiszen Zakariás házas ember volt, tudta azt, hogy hát mi az, amit tennie kell, hogy neki gyermeke legyen, ugye Erzsébet már idős volt, és ezért Zakariás ugye hát megnémult, és ez volt a büntetés, vagy inkább a jele annak, hogy az Istenben ő kételkedett. Ugye Mária a módra kérdezett rá, amikor rákérdezett, hogy hogyan lehetséges ez, mit kell tennem, Zakariás viszont abban kételkedett, hogy ez egyáltalán lehetséges. Nyilván Zakariásnak a hogyan felől nem lehetett kétsége, és hát ezért kellett neki megnémulni. Na most, a következő kérdés, és itt az elmélkedési anyagunkban az isteni kegyelmeknek a fajtái, erények és érdem, ezt már érintettük itt részben az előző megbeszélésünkben is, illetőleg ebben a témakörben is. Ugye a megszentelő kegyelem, a segítő kegyelem és az úgynevezett elégséges kegyelem, de ezek közül is a megszentelő és a segítő kegyelem a két alap kegyelem fajta, ha lehet így mondani. Ugye mondtuk azt, hogy a megszentelő kegyelem az csak növekedhet, tehát ő részleteiben a megszentelő kegyelmet nem lehetséges elveszíteni, mert hogyha minden bocsánatos bűnnel egy kicsi elfogyna belőle, akkor egyszer csak elfogyna a megszentelő kegyelem, és akkor a bocsánatos bűnökből össze lehetne rakni egy súlyos bűnt. Hát ez természetesen így nem lehetséges. A segítő kegyelem az pedig általában vagy külső, vagy belső segítő kegyelmet jelent. És az elégséges kegyelem az pedig az Istennek egy olyan kegyelme, amivel egy olyan körülményt is teremt a számunkra, amiben az ő akaratát teljesíteni tudjuk. A téma második részének a megbeszélésében ezeket fogjuk egy kicsit részletesebben áttekinteni.